Meddőségi ellátás Nyíregyházán február 1-től heti 10 órában fogadják majd a pacienseket. Lakáskampány márciusban évfordulótól függetlenül újra lehet kötni az ingatlan biztosításokat. Elhagyott értékeink, tavaly közel 22 000 talált tárgyat adtak le a Mávolán csoportnak. Meddőségkezelési szakambulanciát hoznak létre azon vármegyei kórházak nőgyógyászati osztályain, ahol jelenleg nem működik ilyen ellátás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Február 1-től újra kaphatnak segítséget a párok Nyíregyházán is. A cél, hogy a szakambulanciákon mind a nők, mind a férfiak vizsgálatai elvégezhetők legyenek, és a lombik eljárást leszámítva minden egyéb beavatkozás megtörténhessen. Nyíregyházán 20 évvel ezelőtt kezdte meg a működését a meddőségi szakrendelés. Pár évvel ezelőtt azonban átszervezések miatt be kellett zárni. Így jelenleg legközelebb Debrecenben fél év várakozási idővel kaphatnak segítséget a párok. A telítettség csökkentésének érdekében úgy döntött a kormány, hogy a vármegyei kórházakban, így Nyíregyházán is engedélyezik a rendelés újranyitását. Fel vagyunk készül, még az eszközök is megvannak. Szakorvosaink vannak, van olyan, aki a endokrin szakvizsgálja is megvan hozzá, tehát teljesen fel vagyunk készülve, sőt egy nagyon jó kapcsolatunk van az arccal, az azt jelenti, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy a int kivizsgált betegeket, vagy betegeket, pacienseket már azonnal viszik is Debrecenbe, és akár a lombikba vele tudják venni, illetve ha sikerült, és ott a már kis embrió, akkor tudjuk fogadni itt, és akkor tovább tudjuk követni. Tehát egy nagyon jó együttműködés lehetne kialakítani. Szerintem a megyei hölgyeknek, akik várandósok, azt tudni kell, hogy Magyarországon a pároknak kb. 20%-a, hát úgy mondjuk, hogy meddő, vagy nehezebben van terhessége, tehát igenis ez egy nagy, óriási populációt jelent, akikkel kellene foglalkozni. A jelenlegi statisztikák szerint Magyarországon a párok 10-15%-ánál fogan meg a baba a tervezés utáni első hónapban. A második hónapban 20% az arány, de sokaknál több hónap szükséges a fogantatáshoz. Ha egy év után sem sikeres a próbálkozás, akkor beszélhetünk meddőségről. Ennek számos oka és kezelése lehet. Az egyik megoldás például az inszemináció, amelyből több százat hajtottak már végre Nyíregyházán. Február 1-től pedig folytathatják a szakemberek a kezeléseket. Ez a szülészet épületében a második emeleten lesz egy helyiség, illetve több helyiség kijelölve erre. Hetente 2-3-szor tudjuk fogadni őket. Először egy beszélgetés kapcsán, egy feltáró beszélgetés lesz, majd a megfelelő hormonális és egyéb kivizsgálásokat elvégezzük. Ha szükséges, a műtéteket, műtéti vatkásokat osztályon el tudjuk rendezni. Tehát gyakorlatilag ez így van jelentkezése, ugyanúgy, ahogy van lehetőség a internetes előjegyzése a szülészet vonatkozásában, ott meg kell keresni a meddőségi szakrendelést. Annyi van, hogy ez tulajdonképpen nem beutaló köteles ellátás, tehát jelentkezhetnek. Az, hogy mikor tudjuk őket fogadni, ez természetesen a létszámtól is függen, hiszen 10 óra engedélyezett heti 10 órában fogjuk tudni rendelést meneszteni. 2020-tól a meddőségkezeléshez szükséges gyógyszerek ingyenesek a nőknek, most az andrológiai szakma javaslatára a férfi meddőségkezeléséhez szükséges készítmények is 100%-os támogatást kapnak. Hazaengedték, de bűnügyi felügyelet alá helyezték azt a nyíregyházi férfit, aki a gyanú szerint halálra verte élettársát, majd a holttestet több napra kiskorú nevelt gyermekeivel hagyta. A nyomozás adatai szerint a bántalmazás január 18 és 20-a között történt. A cselekményt halált okozó testi sértés büntettének minősítette a rendőrség, amelyért 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az orvos szakértői vélemény azonban még nem készült el. A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény ideje alatt a gyermekek is a lakásban tartózkodtak. Az adatok szerint már 2023. december elején is bántalmazta a nőt egy húskloffolóval a férfi, amiatt már ki is hallgatták gyanúsítottként, ráadásul akkor napokra be is zárta a lakásba, úgyhogy ott súlyos testi sértés büntettének kísérlete és személyszabadság megsértésének büntette miatt folyik is ellene már egy másik nyomozás. A férfi megpróbálta a hatóságot félrevezetni a nyomozás során, ugyanis január 19-én megjelent a nyíregyházi rendőrkapitányságon,
és tett egy olyan valótlan tartalmú bejelentést, miszerint az élettársa, a sértett, eltávozott ismeretlen helyre. Neki ekkor már tisztában kellett azzal lennie, hogy a sértett otthon van, feltehetően már halott is. Tehát megpróbálta a nyomokat eltüntetni, a hatóságot félrevezetni. Ez is indokolja, hogy ő le legyen tartóztatva. Ráadásul a bíróság csupán bűnügyi felügyeletet rendelt el, ez azt jelenti, hogy a lakását nem hagyhatja el. Az ügyészség szerint ez egy nagyon helytelen döntés, hiszen így együtt él azzal az 5 kiskorú gyermekkel, akik egyébként az unokái és ő a gyámja ezeknek a gyerekeknek, akiknek a sérelmére nagy valószínűséggel bűncselekményt követett el, a kiskorú veszélyeztetésének büntetét, amit még ezután kell szakértők bevonásával, tanúk kihallgatásával bizonyítani, továbbá befolyásolhatja ezeket a gyerekeket. Ennek a bűncselekménynek, a sértett megölésének ez az 5 gyermek a szemtanúja. Nagyon fontos lenne, hogy ne érintkezhessenek a gyanúsítottal. Míg a gépjármű felelősségbiztosítások esetében sokan évről évre újra kötik a szerződéseiket, az ingatlan biztosításokhoz kevesebben nyúlnak. Idén március 1-e és 31-e között azonban bárki a szerződés kötés évfordulójától függetlenül újra kötheti a biztosítását, ha talál a piacon számára kedvező feltételeket. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium által kezdeményezett lakáskampány egyik célja, hogy csökkentse a városi és vidéki lakás tulajdon sok számára adódó biztosítási feltételek közötti különbséget. Lesz dolguk bőven a közeljövőben az ingatlan biztosító társaságoknak és a hazánkban működő több száz alkusz cégnek, mivel március 1-től a magyar kormány 2023-as februári határozatának értelmében évfordulótól függetlenül fel lehet mondani az érvényes ingatlan biztosítási szerződéseket március 1-je és 31-e között. Cidor Mihály szerint akár 500 000 közelig is lehet azoknak a szerződéseknek a száma, amelyeket az ügyfelek hamarosan újra kötnek. Nagy valószínűsége nagyon-nagyon sok az alulbiztosított ingatlan, hiszen a lakásbiztosítási piachoz az állampolgárok nem nagyon nyúltak hozzá. Hozzá voltak, míg a gépjárműbiztosításnál hozzá voltak szokva, hogy korábban minden évben, novemberben, októberben már indult a kampány, és ez egész novemberben, decemberben tartott. Így hozzászoktak az állampolgárok, hogy igen, a gépjárműbiztosítással foglalkozni kell. És azzal meg lehet takarítani nagyon jelentős összegeket, hiszen aki piacot akar szerezni, akkor levitt az árat, aki nem akar piacot szerezni, meg akar szabadulni állományt, az felvitt az árakat. Nos, ez a lakásbiztosítása nem így volt. A szakember úgy tudja, jelen pillanatban mintegy 3 000 000 lakásbiztosítás van Magyarországon, és az elmúlt évtizedek alatt bekövetkezett infláció hatására nagyon megnőtt a különbség a vidéki és városi ingatlan árak között, miközben az építőanyagok költsége, az építőipari munkabérek, az esetleges károk elhárításának díja, vagy egy teljesen új építkezés vidéken és városban hasonló összegekbe kerül. Ugyancsak a biztosításokat érintő változás 2024-ben az, hogy az idei évtől egyes társaságoknál a kátyúk okozta károkra is lehet biztosítani a gépjárműveket. Ez azt jelenti, hogy maga a gép a gumi javítását, esetlegesen tehát a éppensége karosszéri elemnek a javítását, de itt meg van határozva a kártérítési limit. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag itt maga a kár bejelentés, mint a biztosítási eseménynek, ott minden esetben rendőrintézkedést kell kérni. Pontosan azért, hogy ez megtörtént, hogy ott történt az a káresemény, és fotót kell róla csinálni. Ezt követően szépen tanúval együtt beadják a gépjármű felelősségbiztosítását, illetve a kártyúbiztosítását, beadja hozzá a vezetőengedélyét, fotóval együtt is fogja a biztosító rendezni a kárát. Cidor Mihály hozzátette, bár a kátyú okozta károknál szükség van a rendőri intézkedésre, számos egyéb baleseti kár elszenvedése esetén lehetőség van arra is, hogy ma már mobiltelefon segítségével indítsuk el a biztosító társaságoknál a baleseti kárbejelentést. Erre a célra hozták létre ugyanis az e-kárbejelentő mobil applikációt, amelyet néhány kattintással le lehet tölteni, így a hagyományos papíralapú formanyomtatványénál gyorsabban lehet ügyintézni.
Minden évben számos tárgy marad a buszokon, vonatokon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. 2023-ban összesen közel 22 ezer talált tárgyat adtak le a MÁV-Volán csoportnak, ezeknek több mint fele jutott vissza eredeti tulajdonosához. Általában táska marad a járaton, de tavaly valaki egy hegedűt is ott felejtett. Érkezik a kisvárdai buszjárat a nyíregyházi autóbuszállomásra. A rajta utazóknak érdemes körülnézni, mielőtt leszállnak, nehogy bármi az ülésen maradjon. Évről évre számos értéket hagynak el az utasok, például telefont, pénztárcát, bőröndöt, könyvet vagy szemüveget. Az elveszett tárgyakat általában a járműveken szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a takarító személyzet vagy az utasok találják meg, és jó esetben adják le a forgalmi irodában vagy a sofőrnek. Ha észrevettük leszálláskor, hogy valami véletlenül fennmaradt a fedélzeten, akár vonaton, akár autóbuszon, legyen az helyközi vagy helyi, minél előbb tárcsázzuk a MÁV direkt telefonszámát. Ez egy alapvetően díjmentesen hívható telefonszám, ahol a diszpécserek segítenek majd megtalálni ezt az eszközt, vagy ezt az elhagyott tárgyat, és akkor meg is lehet majd beszélni a későbbiekben, hogy ezt hol lehet majd visszakapni. Alapvetően ezeket állomásokon vagy pénztárakban lehet egyébként visszakapni, visszakérni. Sokat számít, milyen gyorsan cselekszünk, miután észrevettük, hogy valami eltűnt. Ez egy több lépcsős folyamat, tehát beérkezik a hívás, akkor a diszpécser elindítja a szolgálati utat a különböző vezetőkhöz, és akkor eljut természetesen minél előbb. Ezek gyakorlatilag percek kérdése az autóbuszvezetőhöz. Ugye nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az autóbuszvezető menet közben nem intézhet ilyen jellegű telefonhívást, vagy nagyon maximum vészhelyzet esetén, és akkor sem kézben tartott mobiltelefonnal, úgyhogy ezzel számolni kell, hogy azért ehhez kell egy pici idő. Bankkártya és okmány esetében, ha a tulajdonos azonosítható, a bankkártya kibocsátónak, illetve a személyes okmányokat kiállító hatóságnak juttatja el a kártyát a társaság. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárgyal együtt, például kabáttal, táskával adnak le. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van, az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, amelyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos polgári törvénykönyv alapján a magyar államhoz kerülnek. Más tárgy esetén, ha tulajdonosa nem beazonosítható, azt az adott állomáson 8 napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, és ha senki sem keresi, megsemmisítik. 2023-ban összesen közel 21,5 ezer buszon vagy vonaton talált tárgyat rögzítettek a rendszerben, amiből több mint 12 ezer került vissza a tulajdonosához. A legértékesebb elhagyott tárgyak néhány százezer forintot értek, mint például mobiltelefon vagy laptop, de volt olyan is, aki elektromos rollert, kerékpárt, gitárt vagy éppen hegedűt hagyott egy-egy járaton. A vasútállomásokon és a vonatokon tart razziát a rendőrség kedd reggeltől szerda reggelig. A vasúti rendőrségek európai szervezete által koordinált 24 órás akció során az egyenruhások ellenőrzik a hazai és nemzetközi személyszállító vonatokat, az utasok podgyászait és a pályaudvarokon található csomagmegőrzőket. A Railpool célja elsősorban az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés. A rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet a vasúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések, továbbá az utasok sérelmére elkövetett jogsértések megelőzésére. Szegedi Attila festményeiből nyílt kiállítás Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben. A Máté Szalkai születésű művész 20 alkotása tekinthető meg egészen február végéig. A válogatás a Technika illúziója címet viseli, amely egyben Szegedi Attila irányvonalát, a realista ábrázolásmódot is tükrözi. Zsófia nevű lányát, és ahogy maga az alkotó fogalmazott, múzsáját már több ízben megörökítette portré festmények formájában Szegedi Attila. A Máté Szalkai születésű festőművész igen széles spektrumban dolgozik. Az arc és emberábrázoláson kívül a tájképek állnak még közel művészetéhez. Most Nyíregyházán a Kállai gyűjtemény gyűjtötte egy csokorba Szegedi Attila 20 alkotását. A tállat a Technika illúziója címet viseli, amely a művész szerint arra utal, hogy a rá jellemző realista részletgazdagság talán még a témánál is fontosabb. A csendélet, ami nem igazán fog meg, ezt még nem tudtam így magamba feldolgozni, mi miatt nem. Talán a kihívás.
mivel nekem a kihívás jelentő látvány, ami engem megfog, és együtt rezonál a belsőmmel, az nekem rendkívül fontos, és már az iklet abban a pillanatában elkezdek agyalni, elkezdek komponálni. Fotóról dolgozok egyébként, nyersanyagként használom a fotót, aztán átkonvertálom a saját lelkivilágomra, színvilágot csempészek bele, másabbat, mint ami az akkor elkatított fotón van. Aztán ez mind a kedvre épül, tehát ugrálok a tájkép, illetve a portréábrázolás között. A Kálai gyűjteményben már több éves hagyomány, hogy az év elején fiatal, tehetséges Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei művészek alkotásait állítják ki. A kapcsolat kollégám Balogh Józsefen keresztül jött össze, mert hogy ő együtt tanult festészetet Szegedi Attilával. Én a munkásságát ismertem, illetve Máté Szakámán láttam a kiállítás anyagának egy részét, és mivel a Kálai már 10 éve felvállalta a megyében, városban élő tehetségek, már majdnem profilizmusra hajazó alkotóknak a munkáinak a bemutatását, itt sor került most Szegedi Attila munkáinak a kiállítására is. Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere a megnyitón úgy fogalmazott, Szegedi Attila alkotásait a technikai precizitás teszi különlegessé a régióban. Akár ha a tájképekről beszélünk, nagyon értelműen adják vissza az erdőnek, a különböző tájáknak a világát, de különösen az emberi alakok, amelyek kim voltak, vagy kim vannak a falon, mutatják azt, hogy Szegedi Attila igen tehetséges művész, mert embert nagyon nehéz festeni, nagyon nehéz visszaadni épp azt a momentumot, azt a világot, amit ő láttatni akar a képeink keresztül. A Kálai gyűjtemény pedig, amely tavaly 30 éves volt, nagyon sikeres évet zárhatott le. Lényegében az eddigi 30 éves működése alatt a legtöbb látogatót vonzotta be a házba. A Szegedi Attila festményeiből nyílt kiállítás egészen február 29-ig látogatható Nyíregyházán, a Kálai gyűjteményben. Megnyerte második törökországi felkészülési mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese a szlovén élvonalban szereplő Enes Mura csapatát verte 3-1-re. A kisvárda csütörtökön az edzőtábor zárásaként a kazak Kizilorda ellen lép pályára. Elmaradt a nyíregyházi kosársuli vasárnapra kiírt bajnoki meccse. Az NKS az amatőr NB1 fehér csoportjában a BKG Prima Sziget-Szent Miklós második csapatát fogadta volna, de a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre. Farkasinszki Gyuláné 5. helyen álló együttese vasárnap a listavezető Zsíros Akadémia kőbánya otthonában lép pályára. Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli, Farkasinszki Gyuláné tanítványai a Debrecent verték 86-50-re. Vasárnap a közvetlen riválisnak számító Sziget-Szent Miklósi együttes ellen léptek volna pályára a Dobó Lilláék, azonban a mérkőzés elmaradt. Csütörtökön ugyan jelezte a BKG, hogy ő szeretné ezt a mérkőzést innen eltenni, de az idő rövidsége miatt itt azért végig kell gondolni, hogy mi is a megoldás, ugye arról terem problémák vannak, a játékosaink azért egyetemre járnak, nem mindenki nyíregyházi, tehát ugye eleve utazni is kell, és így mondtuk, hogy hát jó, oké, keressük a megoldást, de próbáljunk meg valami olyan időpontot, ami mindenkinek jó. Ezek után ugye nem történt semmi, majd péntek este éppen júniori mérkőzésünk volt, amikor megcsörrent a telefon, de hát mi a mérkőzés volt, ezért így nem tudtuk fölvenni, szombat reggel próbáltunk újra kapcsolatot teremteni a BKG-val, nem tudtuk elérni őket, majd szombat 11 órakor ugye jöttek azzal, hogy na, akkor játszunk mérkőzést, majd ekkor meg ekkor, és ezek olyan időpontok voltak, amit nem tudunk elfogadni, tehát mi egy amatőr csapat lévén nem tudunk péntek vasárnap NB1-es mérkőzés játszani, nagyon örülnék neki, hogy annyi játékosunk lenni, és olyan erőben lennék, hogy nekünk ez nem okoz problémát, de sajnos ez nem lehet megoldani. A hazai csapat, a játékvezetők és a szurkolók megjelentek a Szent Imre csarnokában, a Sziget-Szent Miklósi együttesre azonban hiába vártak. Itt volt mindenki, beutaztak a miskolci, a tiszaivárosi játékosok, itt voltak a nézők, a játékvezetők, mindenki itt volt. 4 óra, még mindig sehol senki. Ezek után felhívták a játékvezetők a versenyirodát megkérdezni, hogy ugyan már mi történt. A versenyiroda semmit nem tudott. Ezek után próbálkoztunk, hogy most meddig maradjunk, hogy várjunk-e még. Fölhívtuk ugye a vendégcsapatnak a képviselőjét, aki között, hogy ők első indultak erre a mérkőzésre, mert neki ez az időpont nem megfelelő. Most én ezt maximálisan megértem, mert én értem, hogy egy NBA-gyárs klubnak a
az NB1-es mérkőzése a legfontosabb, mert világos. Nekünk ami ilyenkor a legfontosabb, mert nekünk ez a legmagasabb szín, de én úgy gondolom, hogy azért illet volna értesíteni bennünket, hogy ezt, hogy nem fognak lejönni, nem fogják megoldani, és innentől kezdve el lehet kezdeni azokat a lépéseket, hogy most ezzel a mérkőzéssel mi lesz, hogy ezt újra kell játszani, vagy eltesszük egy másik időpontra, de biztos, hogy nem ez lett volna a megoldás, hogy itt mindenki bejön, mindenki eltölti itt az idejét, és arra várunk, hogy ugyan már mi fog történni. És sajnos ez így alakult, nem örülünk neki, mert mi mérkőzést szeretnünk onnan játszani mindenféleképpen. Az amatőr NB egy fehér csoportjának élén a Zsíros Akadémia kőbánya áll 8 győzelemmel és 3 vereséggel. Az 5-4-es mutatóval 5. nyíregyházi kosársuli vasárnap kőbányán lép pályára. A Kölcsei Televízió Híradó című műsorában 2023. december 15-én elhangzott Tanács Köztársaság Kárpátalján című anyag egyik interjú részletében Gellért Ádám, az Erőszakkutató Intézet ügyvezetője valótlanul állította azt, hogy az Erőszakkutató Intézet a Clio intézet jogutódja volna, és mint ilyen 2018-tól működne. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ezért 3 milliárd forintos költségvetési fedezettel meddőségkezelési szakambulanciát hoznak létre azon vármegyei kórházak nőgyógyászati osztályain, ahol jelenleg nem működik ilyen ellátás. Nyíregyházán a tervek szerint február 1-én kezdheti meg működését a rendelés heti 10 órában. A biztosítási évfordulótól függetlenül idén március 1-e és 31-e között újra köthetők az ingatlanbiztosítások. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium által életre hívott lakáskampány célja, hogy az ügyfeleknek lehetőségük nyíljon a számukra legkedvezőbb biztosítási szerződések megkötésére, illetve a régiek felülvizsgálására. 2023-ban összesen közel 22 ezer talált tárgyat adtak le a MÁV Volán csoportnak. Ezek között volt néhány 100 ezer forintot érő mobiltelefon és laptop is, de volt, aki elektromos rollert, vagy épp egy hegedűt felejtett ott valamelyik járaton. A leadott tárgyak közül több mint 12 ezer került vissza tulajdonosához. Január 23-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán mindenhova megérkezik a frontrendszer felhősávja, így döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Északnyugaton eső, még északkeleten és keleten vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Utóbbi területeken 2 cm-es friss hóréteg is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 3 fok között valószínű.